csánépek! Polákmentes szervereket kívánok! Hoztam egy csatát a Szuszázzal, a 6-os ruszki nem forgó tornyos TD-vel, de szerintem mindenkinek megvan, mert ez is egy ilyen ikonikus kis tankucsku, mint a Tigris, meg a ZS, meg egyebek. Hát annak az apropójából hoztam ezt a kis csatát, mert meglett vele a második Gunmark, aminek nagyon örültem. Szeretem ezt a kis TD-t, akár csak a Su-85-öt, bár előbb meglett a második Gunmark. Na nézzük! AP a standard lőszerünk, 170-es pen 390-es alfa, a goldunk APCR, 210-es pen 390-es alfa és boom. Köszi! Nagyon jó, meg van benne repesz. 61-es pen 530-as alfa és akinek nem derengene, vagy még nem tartott, ez az IS-nek a gánya, a 7-es ruszki heavy-é. Hát nem feltétlenül alkalmas sniperkedésre ez a Verda, de most szerencsére az LNG mellette már megy. Nem is fogok olyan hűde kibaszott sokat lövöldözni, de ez pont elég lett arra, hogy meglegyen a Gunmark rajta, a második is. Teljesen elégedett is vagyok vele. Na, a speed boostja, és nincsen köcsög a csatába. Lőhetjük az ötösöket. Most egyelőre semmit nem tudok innen semmivel se kezdeni. Excelsior lenne még, de nem látok rá, keresem rajta a fugást. Sajnos nincsen meg. 2-0-ra megyünk, öttel eddig egyetlen egy szemet. De fog ez majd még változni. Vártam, hogy az AUS felugorjon. Nem ugrik föl. Nem gond. Kap a pofájára. Csak nem tőlem sajnos. Az LC-nket kiszpotolták és tolja is el a talicskát nagy erőkkel. Itt lett volna egy lehetőség, hogy rávegyek az Excelsiorra. Nem. Lekéstem róla. És jön a top. Tehát, gyerekek, nekem is megvan. Még annak idején jó pár éve volt egy ilyen Toktober nevű valami akció, küldetés sorozat, hogy meg lehetett nyerni a togot. Hát, körülbelül pont ennyit is ér, mint amit láttunk belőle, tehát gyűjtői darab, ugyanúgy, mint a KV-4 Kreslovski, a Mutant, az az M6 valami, az a 8-as amerikai heavy tank, tehát körülbelül pont erre jó. Csávó az jött kb. 2,5 percet, hogy idejön a bázisuktól, és akkor fél másodpercen belül le lett vadászva, tehát nem, tehát ezt a tankot ezt el kell engedni, nekem is megvan, csináltam rá egy Gunmarkot, akkor más volt a matchmaking, meg egyebek máshol lehetett használni, kicsivel finomabban, jobban működött, mint most. Hát úgy mondom, hogy nem volt ez a nagy lightozás, medezés, hogy mindenki megy 200-zal, meg más volt a map rotáció, azért ott gyakrabban dobálgatott annak idején. Városos mapokat, nem kellett annyit mászkálgatni, akkor még úgy használható volt, de azt a tankot azt el kell sajnálatosan módon felejteni. Hát az Excelsior, meg a Churchill 3, meg ezek sajnálatos módon nekik az egy problémájuk, hogy tírlimitesként fölbaszhatják őket tier 6-ba, és akkor probléma van, mint hogy a csávú is járt vele. Na, Su-122-2, sajnos elrontom a lövést, nem nagyon foglalkoztam a T-34-85-tel, de ezt elrontottam, se baj. 1483 damage-ra feldagadtam, az LC-n gyorsan kibombáztam a Su-222-t, azt a nem is tudom, lootboxos vagy ajándéktank volt az a TD-n. Valami fasságot, de az sem ér sokat. Na mindegy. Nekem is megvan az a szar, de még nem tudtam hozni vele egy csatát, nem véletlenül, mert döbbenet hulladék. Na, próbálok akkor ráfordulni, nem sikerül a úszókádra ráfordulni. VK-30, szerintem őt sem fogom tudni már előni, nem. És igazából meg is volt az összes lövésem, mert a fürdőkád nem játszik. A T-34 meg akkora pró, 16K csatával, hogy tulajdonképpen ott van, ahol hagyták. Tehát arra nem volt képes, hogy legalább ne ott várja az ellenfelet, ahol volt. De sajnos vele sem tudok már semmit se kezdeni, mert mire oda mennék, addig mellé lövök, persze, a snapper is nem szereti az agán. Amire betöltenek, addig az LC-n is levadásza. Na mindegy, hát igazából nem is az volt a lényeg, hogy mit lőttem össze én, meg mekkora király voltam, mert nem. Ilyet soha nem mondtam, ennek csak az volt az apropója, hogy meglett rá a második Gunmark. És igazából, ha van megfelelő spotod, mert attól függetlenül nem, tehát ez az legénysége, nem mondanám azt, hogy nem látunk el messzire, meg a kamó képességünk is 100%-os, de nincsen rajt 3,5 skillnél többes legénység rajt, mert nincsen. Attól függetlenül ez a TD szerintem 6-osban egész jól állja a helyét. Nyilvánvaló, rendkívül
rendkívül ez a nagy alfa ezen a szinten, valakit megbólint a szegény csúrót, Cromwellpét is 4.22-ről elbasztam, az kibaszott király volt. Csak a töltési idő, hát igazából majdnem meg is örököltük tulajdonképpen az ISL lévő töltést, mert kb. Az ISL is ennyinél tölt újra. A 122-es gán az ugyanez a gán, de jó kamunk van, egész mozgékonyak is vagyunk. Hát pontosan nem feltétlenül mondanám pontosnak magunkat, de ha van időnk becélozni, akkor általában is találjuk vele a polgárt. De nekem attól függetlenül ez a csata is tetszett. Csá népek!